Jobboldali nézetű, keresztény-konzervatív politikus indul a főként baloldali és liberális beállítottságú ellenzékkel a háta mögött Orbán Viktor ellen a 2022-es választásokon Magyarországon. Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere nyerte az ellenzéki előválasztást. A második fordulóban a szavazók 56,7%-a voksolt rá a demokrata nézetű EP alelnök Dobrev Klárával szemben, akit sokan úgy ismernek, mint a korábbi miniszterelnök Gyurcsány Ferenc feleségét. Úgyhogy már 11 éve van 1-20-ban Orbán Viktor hatalmon, mióta visszatért a hatalomba. Ezek után azt a jelöltet kevesik az ellenzéki szavazók, akinek a legnagyobb esélye van megverni Orbán Viktort. A Political Capital ügyvezető igazgatója szerint már a fél évvel ezelőtti állapotokhoz képest is jóval nagyobb az esély, hogy a jövő évi választásokon az ellenzék jelöltje nyerjen. Márki-Zay Péter ebből a szempontból valóban egyébként akár Donald Trump-al is párhuzamba állítható, egy olyan pártokon kívüli szereplő, aki új, meglepő dolgokat mond, szinte semmiből jön, és szembe megy a hagyományos politikai logikával, ráadásul egyébként még konzervatív is. És mindez a baloldal jelöltjeként, az egész ez egy olyan jelenség, ami egyébként sok figyelmet vonzhat, és ez a figyelem nem automatikusan, de ez támogatásra is konvertálható. A választópolgárok több mint 10%-a, 850 ezer ember vett részt az ellenzéki előválasztáson a szervezők szerint. Karácsony Gergely az egyébként másodikként továbbjutó budapesti főpolgármester a második forduló előtt visszalépett Márki-Zay Péter javára. Kormánypárti politikusok azóta sorra állítják, hogy Márki-Zay Péter is a korábbi miniszterelnök Gyurcsány Ferenc embere, aki ellen következetesen kampányoltak az előválasztás alatt. Akkor még az esélyesnek tűnő Karácsony Gergelyt ábrázolták Gyurcsány mellett.